Az iraki kiképzésbiztosító kontingens 15. váltásának záró gyakorlatát tekintette meg Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese Csobánkán. A közel 160 fős kontingens katonái két napon keresztül kötelékként adtak számot a több hónapos felkészülés és gyakorlás során tanultakról. Hazánk olyan kihívásokkal áll szembe, amelyekkel a rendszerváltás óta nem találkozhattunk, hangsúlyozta a rendezvényen Szalai Bobrovnicki Kristóf. Egyszerre két oldalról, két irányból érnek minket, kifejezetten a biztonságunkra és a biztonságérzetünkre vonatkozó kihívások. A szomszédunkban egy háború dúl, egy szűnni nem akaró háború dúl, amelynek a kimenetele is egyenlőre bizonytalan. Egyedülálló módon egyszerre a déli határunkat is nyomja egy egyre intenzívebbé váló illegális migráció. A honvédelmi miniszter kiemelte, a kormány feladata nem lehet más, mint a felkészülés fokozása és a biztonság megőrzése. Nekünk és nekem személyesen is az a célom, hogy a magyar emberek biztonságát és biztonságérzetét garantáljuk. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, a kialakult helyzetnek megfelelően növelni kell a Magyar Honvédség készenléti állapotát. Lépnünk kell, gondoskodnunk kell arról, hogy minden helyzetre és minden eshetőségre készen álljunk. Ezért azt az utasítást adtam ki a Magyar Honvédség parancsnokának, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a készenlétét a magyar hadseregnek növelje. Ez az utasítás azt eredményezi, hogy megindul egy kiemelt és nagyobb intenzitású gyakorlatozás Magyarországon.